A korábbi években az egészségügyi intézmények országosan finanszírozási problémákkal küzdöttek. Számos helyen, köztük Aszódon is, a szakorvosi rendelőintézet léte is veszélybe került. Ebben az időszakban immár 4 éve létrehozták a Legyen az ön szívügye is alapítványt, hogy az akkor 50 éves intézményben javíthassanak a betegellátás mostoha körülményein. Az alapítvány alapítója dr. Bodó Zsolt főorvos volt, aki több mint 3 évtizeden át vezette az intézményt. Aszódon a Legyen az ön szívügye is alapítvány mikor jött létre, és mi volt a kiváltó körülmény? 2010-ben kezdtük az alapítvány szervezését. Hát a kiváltó körülmény az volt, hogy most már 38. éve dolgozok az Aszódi Rendelőintézetben. Volt lehetőségem tapasztalni azt, hogy az állami finanszírozás mire volt elég a rendelő életébe. Azt is tudtam, vagy azt is tudom, mint volt képviselő, hogy az önkormányzatok nem nagyon engedhették meg maguknak, hogy támogassák a rendelőintézetet. Próbáltam korábban megkörnyékezni az önkormányzatokat, és segítséget kértem, de hát erre akkor nem nagyon volt lehetőség. Az utolsó ciklusban, amikor képviselő voltam, akkor ötlött fel bennem a gondolat, hogy egy alapítvánnyal próbálok segíteni ezen a helyzeten. Beletelt néhány évben, mire az alapítvány működőképes lett. Most jutottunk el odáig, hogy a 2013-as felajánlásokat, az adó 1%-ának a felajánlásait fogadni tudtuk a számlánkra. Ezért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük mindazoknak, akik ezt megtették, és örömmel vennénk, ha ez az adó 1% felajánlása továbbra is folytatódna. A 60-i Albert Schweitzer Kórház 2013. április 1-e óta működteti az aszódi szakrendelőt. Mondhatom azt, hogy egy kicsit megmozdult az élet a rendelőben. Bizonyos rendeléseket más helyre helyeztek át. Az áthelyezés előtt azokat a helyiségeket felújították. Ebbe az alapítvány csak mérsékelten tudott részt venni, hiszen a pénzügyi lehetőségeink azok nagyon végesek. De az alapítvány kérésére nagyon sok vállalkozó, mesterember jött és segített, és ezt is az alapítvány tudta megszervezni, köszönet érte. Az elmúlt 4 év során az alapítvány közreműködésével milyen nagyobb léptékű felújításokat tudtak a rendelőintézetben végrehajtani? A rendelőintézetben található padokat cseréltük le legelőször is, mert azok voltak nagyon rossz állapotban. Szalagfüggönyök kerültek felhelyezésre itt a rendelőintézetben is, és a tüdőgondozó intézetben is. Mozgáskorlátozott mosdót több vállalkozó segítségével és felajánlásával valósítottuk meg. Kisebb, nagyobb mértékű műszereket szereztünk be a gégészet, illetve a sebészetnek a számára. A labornak és a gyógymasszőrhelyiségnek a felújításában szintén jelentős tevékenységet tudtunk végrehajtani, illetve a vállalkozók és az önkormányzatok segítségével tudtuk ezt megvalósítani. Pillanatnyilag is elég jól, mondhatom, hogy elég jól felszerelt a rendelő, de hát az évek múlásával azért ezek a műszerek kopnak, használódnak. Sajnos nincs annyi pénze az alapítványnak, hogy ezt önállóan, a műszerek önálló cseréjét meg tudja valósítani. Ebbe várjuk a 60-i kórház segítségét is, főleg olyan formában, hogy amennyiben pályázati lehetőség van, akkor az aszódi rendelő nevébe is készüljenek pályázatok. Rengeteg cél van, és rengeteg megvalósítandó feladat van, amihez szükség lenne a segítségre, akár anyagi támogatással, akár pedig kétkezi munkával, hiszen a finanszírozás az egészségügynek sajnos olyan, ami nem teszi lehetővé azt, hogy ezekkel legyenek végezve. Amit legsürgősebben szeretnénk megvalósítani, azok a többi mosdóhelyiségnek a felújítása, mert már eléggé elhasználódtak. Ezen kívül műszereket szeretnénk, eszközöket beszerezni a különböző rendelésekre, például a fizioterápiás helységben több műszer is felújításra várna. Ezen kívül a fülorgégészet nagyon szeretne egy vizsgáló mikroszkópot. A belgyógyászatoknak jó lenne újabb
modernebb EKG-készülékeket beszerezni úgy a diabetológiára is. LBPM készüléket lehetne vásárolni, tehát 24 órás vérnyomásmérő készüléket a belgyógyászatokra. A nőgyógyászat szívesen fogadna új ultrahangos készüléket, vizsgáló lámpát, kolposzkópot. A röntgenünk és a tüdőgondozó intézetünknek mondjuk ez nagyon nagy beruházás lenne, ott pedig a röntgenfilmeknek a digitalizálását kellene valahogy megvalósítani, mivel olyan sok kartont és papírmennyiséget tárolnak, hogy ezzel könnyítenénk a leleteknek a feldolgozását. Ezen kívül most jelen pillanatban a diabetológia és a pszichiátria is egy kisebb helységben működik, aminek a területét szeretnénk bővíteni. Úgyhogy rengeteg célunk és megoldása váró feladat lenne, amihez, hogyha megkapnánk a megfelelő segítséget, akkor meg tudnánk valósítani. Hát a régi szárnyunkban a illázárok már igencsak elhasználódtak, jó lenne azokat felújítani. Régi elképzelésünk az, hogy az udvarban kialakítsunk egy olyan parkolót, amelyen megoldanánk azt, hogy a bejárati részünket ne állják el a gépkocsik, illetve az előttünk lévő utcában ne kelljen parkolni, mert az utcaképét bizony a parkolóautók igencsak megrongálták. Hiába rakta azt rendbe többször már a fiúnevelőintézet, de nagyon síralmas képet mutat. Milyen felajánlásokat vár az alapítvány? Az alapítvány eddig is köszönettel fogadja azokat az felajánlásokat, amiket kapott így a jótékonysági rendezvényeken befolyt összegeket. Itt különösen kiemelném Domonyi és Galga Hévíz községét, akik már másodszor rendezték meg községükben a jótékonysági rendezvényt, ahol támogatói jegyeket vásároltak maguk a lakosok, és az ebből befolyt összegekből tudtunk vásárolni alapanyagokat. Tehát örömmel vennénk, hogyha azok az önkormányzatok, akik esetleg látják, vagy lakosok, akik látják ezt a riportot, és szólnának az önkormányzatoknak, hogy újból megrendezzék a jótékonysági rendezvényüket, és ott a jótékonysági jegyek megvásárlásával tudják támogatni magát a rendelő intézetet, és tulajdonképpen saját magukat, mert hangsúlyozom, az alapítvány, nem az alapítvány támogatják, hanem saját magukat, mert az alapítvány mindent a betegekre fordít. Másrészt pedig köszönettel fogadjuk azoknak a felajánlását, akik eddig is tavalytól megtették, és az adójuk 1%-át juttatták el az alapítványunknak. Ez 505 ezer forint volt a 2013-as évre vonatkozóan, amelynek az összegét a mai napokban kaptuk meg. Itt van a lehetőség, ugye most már szóba került, hogy az adókat újból be kell nyújtani az állam felé, és szintén köszönettel fogadnánk minden olyan jó szándékú embernek az adó 1%-át, aki úgy gondolja, hogy ezzel ennek a térségnek a lakosságát és a betegeit támogatná. Az anyagi támogatás mellett, ha valaki szeretne szakmunkát felajánlani, ahogy említette ön, hogy arra is szükség van, az hol teheti meg? Engem mindig megtalálnak a laboratóriumban, Blaskó Tiborné vagyok, és tulajdonképpen szívesen fogom össze azokat a felajánlásokat, amik beérkeznek a rendelőintézet javára. A Legyen az Ön Szívügye is alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan a kitűzött célokat igyekszik megvalósítani a betegellátás színvonalának növelése érdekében. Munkájukat segítheti felajánlásokkal, szakmunkabiztosításával, vagy a képen látható adószám megjelölésével, adója 1%-ának felajánlásával.